Nem tett vallomást az a két nagykanizsai férfi a bíróságon, akiket 2 éve januárban fogtak el a rendőrök, miközben az egyik áruház előtt a már szokásosnak számító valutaváltással foglalkoztak. Akkor a rendőrök több mint 100 millió forintnyi készpénzt találtak náluk különböző pénznemekben. A valutázók egyébként több mint 20 éven keresztül dolgoztak a rendőrségtől alig 50 méterre. Ezeket a felvételeket az elfogáskor készítették a rendőrök. A két férfit az egyik belvárosi áruház előterében kapcsolták le. A zsebeik és autóik átvizsgálásakor rengeteg pénz került elő. Kötegekben állt a forint, az euró, a dollár vagy éppen a horvát kuna. A két férfi évtizedeken keresztül senkitől sem zavartatva váltotta itt a pénzt, míg egyszer rajtuk ütöttek a rendőrök. Hát elég furcsa volt, igen. De inkább az zavart jobban, hogy így is lehet munkanélkül pénzhez jutni könnyen, adó nélkül, minden nélkül. Most igazából én is, hogyha úgy volt, akkor náluk váltottam a pénzt, úgyhogy annyira szerintem nem volt rossz, hogy itt voltam. A két pénzváltó tavaly novemberben volt először a bíróságon, ahol nem ismerték el a terhükre rótt cselekményt, így most rendes tárgyalást kezdett a bíróság. Ezen a tárgyaláson sem tettek vallomást, de rajtuk kívül még tanúkat is idéztek, és 7 tanút ki is hallgattak. Mivel további tanúk meghallgatása szükséges, ezért a járásbíróság 2021. május 12-én tartja a következő tárgyalást. A két férfi egyébként a nagykanizsai rendőrkapitányságtól alig 50 méternyire váltotta a pénzt. A legális pénzváltók nyitvatartási idejében dolgoztak ők is, de a helyiek azért jártak hozzájuk valutát venni vagy eladni, mert a hivatalosnál kedvezőbben váltották a pénzt.